A második fogadta a harmadikat, és a találkozót a 9 meccses győzelmi sorozatban lévő hazaiak kezdték jobban, az első negyed végén 10 pont volt a cápák előnye. A második negyedben 6 pontot ledolgoztak hátrányukból a fővárosiak, fordulás után pedig tovább zárkózott a MAFC olyannyira, hogy a záró negyednek már egy pontos vendégelőnél vágtak neki a csapatok. A hajrában felvált vestek a kosarak, 5 másodperccel a meccs vége előtt 2 ponttal vezetett a Nyíregyháza. Oldalról jöhetett a MAFC, és miután Bazsó Tóth Péter elleni szabálytalanságát dobás közbeni faultnak ítélték meg a játékvezetők, 3 büntetőt dobhattak a vendégek. Mindhárom beesett, a másik oldalon viszont néma maradt a síp, és még egy MAFC büntető után 94-92-es vendégsikerrel zárult a találkozó. Azt játszottam azt, amire számítottunk igazából, a mi játékunk néha akadozott. Nehéz volt azért támadásban, mert ez a zóna emberfogásos védekezés ellen támadnunk, illetve nem mentek úgy be a kinti dobásai, mint az előző mérkőzésen, de a végén a mi kezünkben volt ez a mérkőzés. A 15 szerzett pont mellett 11 gólpassz kiosztó Busz Iván érthetően csalódott volt a mérkőzés után. Soha nem minősítettem még játékvezetőt, vagy játékvezetői ítéletet, de ez a vége nekem ez a nevetséges kategóriába tartozott. Pláne hazai pályán egy ilyet hezitálás nélkül befújni, mindegy, ennek ellenére magunkba is kell keresni a hibát. Nagyon-nagyon jól kezdtünk, minden dobásunk beesett, borítékolható volt, hogy lesznek hullámvölgyek a továbbiakban a mérkőzésen. Jöttek is, a MAFC-nak a 3-2 zóná ellen sokszor körülményesen és lassan játszottunk. A végén, negyed közepétől megint jó ritmust találtunk, végjátékban úgy gondolom, hogy jól játszottunk. A játékvezető viszont elöntötte a végén a mérkőzést. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks jövő szerdán Salgótarjánban zárja az őszi szezont.